Üdvözlöm a kedves hallgatókat a következő percekben. A virtuális G20 csúcs találkozóról lesz szó, amelyet a napokban tartottak, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Boros Imrét közgazdászt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogyan látja, mennyire jelentőségteljes ez a virtuális G20? Ami kiszivárgott róla, egyrészt érdekes volt az, hogy nagyon-nagyon nagy kutató munkát igényelt, hogy egyáltalán kiderítsük, hogy miről is volt szó. Ma már jelentek meg Vlagyimir Putyin beszédével kapcsolatban hírek, de azért nem egy olyan átfogó kép jelent meg a médiában, amelyet megszoktunk ezekről a csúcs találkozókról. Miben látja a jelentőségét, és mit gondol, hogy miért ekkora a csend most e körül a csúcs találkozók körül? Most akkor egy kis áttekintés, hogy a világ ügyeivel, főként a gazdaság ügyeivel több fórumon foglalkoznak. Vannak ezek a fórumok közül, akik annét nem nagyon szivárok ki sok minden, szinte semmi, Bilderberg csoportról. Akkor van ugye a Klaus Schwab által üzemeltetett világgazdasági fórum, az úgynevezett Davoszi fórum, ahova meghívják a világgazdaság jelentősebb gazdasági szereplőit, média szereplőit, helyek közelkét, politikust is, arról már több mindenki szokott jönni. Ezért kifejezetten az előzőt, a Bilderberget, azt még úgy titkolják is, még azt is szeretnék tudatni, hogy nincs is ilyesmi. Aztán van a G7-es, meg van a G20-as, hogy a legfontosabbat említsem. A G7-es is valaha G8-as volt. A G7-esben pillanatnyilag bent vannak az úgynevezett nyugat nagyszereplői Kanadával a sor végén. Az oroszokat 14-be kihajították onnét, ugye az ukrajnai, tehát a krimi megszállás kapcsán vagy örül, és akkor van a G20-as. Na, akkor a G20-as. Na, ez a G20-as sokkal érdekesebb manapság, azért is nem sok hír van róla, mint korábban szokott lenni, mert korábban ugye a G7-es fórum volt az, ahol a kvázi világgazdasági nagy ige hirdetések megtörténtek, és ezek teljes mértékben, hogy a nyugat nagy szereplőinek, főszereplőinek a gondolatvilágát, akaratát tükrözték. Ma azonban éppen ez a G20-asban jelent, és a G20-asban egyrészt bent vannak a G7-es szereplők, de a továbbiakban bent van Oroszország, és bent vannak a nem nyugatnak a nagy szereplői, India, Kína, Dél-Afrika, Irán, stb. És ezek is időről időre összejönnek. Na most ez a fórum, ez a G20-as fórum, úgy gondolom, hogy az említett fórumok közül általában a legjobb abban a tekintetben, hogy itt érdemi viták szoktak kialakulni, hiszen a világgazdasági helyzet nagyon erősen átalakulóban van. Az a fajta hatalmas dominancia, ami mondjuk 1944-45 óta a világban megjelent az Egyesült Államok révén gazdasági, politikai, katonai dominancia, az most oldódó félbe van, és a világban egyéb nagyobb gazdasági és részben persze katonai erőközpontok is jelentek meg. Na most a G20-as csapatban tehát van egyrészt a nyugat is képviselve van, ugyanolyan nagy erővel, de már ezek a feljövők, ugye Kína, India, az oroszok szintúgy. Úgyhogy ilyen szempontból a G20-as meetingekre érdemes figyelni. Talán éppen az az ok annak, hogy manapság inkább ahelyett, hogy ezt szépen kihoznák, hogy ott mi minden volt, inkább a nemzetközi média, ahol viszont a nyugati dominancia még most kizárólagos, hát jobbára elhallgatja. És annak ellenére, hogy akkor ez egy gazdasági csoportosulás, annak ellenére nagyon sok politikai üzenet is elhangzott. Nyilván Vlagyimir Putyin beszédével külön fogunk foglalkozni hamarosan, de ugye az indiai kormányfő például azt állította, hogy a G20-ak egyetértenek abban, hogy a Közel-Keleten két állami megoldásra van szükség. Ezek azért olyan politikai megfogalmazások, amelyeket az emberben felmerül a kérdés, hogy egy gazdasági ügyek mentén
mentén létrejövő csoportosulás miért fogalmaz meg ilyen politikai üzeneteket? Hát az a nagy helyzet, ugye, hogy a nagy világgazdaságot érintő nagy gazdasági ügyek általában kéz a kézbe járnak a politikával, mert hát azok nem úgy, nem mindig piacszerűen alakulnak, hogy finoman fogalmazzak. Néha ugye ott a nyers erőnek is szerepe van, néha például olyan dolgoknak, hogy háborúk törnek ki bizonyos erőforrásokért, nem ismeretlen az emberiség történetében, a mai történésekben se ismeretlen, mert például ugye az ukrán-orosznak nevezett háború tulajdonképpen, ami ugye végül is a nyugat és Oroszország küzdelme, és az ukránok egy proxy ebbe csak a nyugatot képviselik, hát az se véletlen, hát nem azért, hogy akkor ja, hát egy kicsit háborozzunk, hanem erőforrások újraelosztása. Na most miután ebbe a 20-asba bent van a G7-es csapat, és bent vannak a följövők is, hát itt bizony, ugye időnként nagyon masszív politikai üzeneteket is meg kell fogalmazni, hiszen a politikai üzenetek előszobái bizonyos, hogy mondjam, gazdasági törekvéseknek. Tehát, hogy más ne mondjak, ugye annak idején mindenki azt mondta, hát igen, az Egyesült Államok GDP-ben mindenben mindenkit ver reggeltől estig, a kereskedelemben mindenben, aztán kiderült ugye korábban, hogy Németország meg Japán is a kereskedelemben jöttek fel eszméletlen, exportügyekbe például előzték az Egyesült Államokat. A legutóbbi fejlemény az utóbbi évtizedben viszont az, hogy a kereskedelem területén Kína mindenkit maga mögé utasított. Hát így alakulnak át a dolgok, és így ezek a gazdasági témák időnként szükségessé teszik komolyabb politikai üzeneteket is, mint például most, amit ön is említett, hogy abban az ügyben, hogy mi van ott a Közel-Keleten Izrael és palesztinek között, hát a két állami megoldás mellett teszik le a voksot. Ez azért érdekes, ugye, mert eredetileg, amikor 48-ban az ENSZ határozott volna, neki is ez volt az ötlete, de aztán nem így alakultak a dolgok, ugye tudjuk az esemény sorozatot, és miután nem így alakultak, ebből hát most már egy 50 éves, sár, 50 éves, sokkal több, 70 éves konfliktus sorozat alakult ki. A legutóbbi fejlemény éppen az, amiben bennélünk, a Hamasz és az Izrael idézőjelben háborúja, és miután ez az egész világgazdaságot így úgy amúgy érinti, sőt, ugye nagyon érdekes, mert a nyugat korábban a nagy nyugat, nagy betűvel, az korábban természetesen teljes mértékben minden ilyen konfliktusban Izrael pártján áll. Ma meg nem egészen ez a helyzet. De ennek meg az az oka, hogy a nyugat, hát most nem tudom milyen szót használok, de a lényeg az, hogy megtelítődött muszlim hitű különböző országokból származó, a nyugatiak ugye menekülteknek mondták, refugee-nak, meg flüklingnek az Angela Merkel-ös következetesen, holott hát tulajdonképp a zömében nem menekültekről, hanem gazdasági érdeküktől vezérelt betelepülők, ráadásul előszakos betelepülőkről van szó, de miután ők ott vannak már, és hát politikai érdekből, hát bizonyos országokban nagyon kedvező helyzetben vannak, hogy gyorsan kapnak állampolgárságot, hát most már nem lehet ezt egyértelműen így mondani. Hol azt mondják, hogy az arabok, hol az izraeliek, az arabok mellett is, ugye a Hamasz mellett tüntetések vannak Londonban, 100 000-es nagyságrendben. De hála Isten azért Izrael mellett is van tüntetés, például Párizsban. Úgyhogy a nyugat ebben az ügyben nagyon meghasonlott. Na most ezek a meghasonlások, hát most éppenséggel ebben a G20-os, ezen a G20-os terepen látszanak a legjobban.
No, de azért hangoztak el a gazdasággal kapcsolatos kijelentések is, és ahogy láttam egyébként a médiában Vlagyimir Putyin beszéde az, ami leginkább felkeltette az érdeklődést itt az indiai mondatok után. Nyilván azért is, mert 2 év után most vett újra először részt ezeken az üléseken. Ugye, ahogy mondtam is, ez egy virtuális ülés volt, tehát mindenki online kapcsolódott be ebbe a csúcs találkozóba. És Putyin elnök sok minden mellett azt is mondta például, hogy az, hogy államok rosszul átgondolt makrogazdasági következménye az infláció, bár sokan szeretnék ráfogni az Ukrajnában zajló hadműveletekre, ugye ő így nevezi azt, ami történik Ukrajnában. Erről mi a véleménye? Mennyiben a háború az oka annak az inflációnak, amit tapasztaltunk akár itt Európában is, és Magyarországon, ami igen magas volt, és mennyiben az, hogy a nemzetállamok nem jól gazdálkodtak? Na most, ugye ez egy nagyon érdekes és messzevezető kérdés. Hát az egészet oda kellene visszavezetni, hogy mi volt a nyugat szándéka. A nyugat ugye kvázi idézőjel indul, és majd be is lesz zárva, elcsábította Ukrajnát az oroszok mellől. Ugye ismerjük a történetet, Ukrajnában rendszerváltás után különböző kormányok, adminisztrációk voltak, és eleve egy kicsit ingadoztak a nyugati orientáció és a további orosz barátság között, de alapvetően inkább Oroszország fele fordultak, majd ezen se nagyon lehet most már vitatkozni, megszervezték a Majdan dolgot, a Majdan téren, ami egyébként semmi nem volt, egy látvány technika volt az egész, mert én akkoriban ugye magyar bank is, és egyik bank tisztviselőt én tökéletesen ismertem, és fölhívtam, hogy hallod, mi van ott Kijevben, hát zeng az ég, meg minden. Azt mondja, nem tud semmiről se, hát majd megnéz, hogy Majdan tér. Ja, hát azt mondja, ott egy kicsit balhéznak, ott ez van, az van, amaz van, de tulajdonképpen ez egy nemzetközi, hogy mondjam, showként volt előadva. A nemzeteknek az lett kinyomva a médián keresztül rossz magyarsággal, hogy hát itt aztán forradom. Hát tulajdonképpen egy puccsot megszerveztek, és átcsatolták Ukrajnát oda. Na most ez kiváltotta az oroszoknak a rosszallását. És az oroszok úgy gondolták, hogy az az együttműködés, ami évtizedekig, évszázadokig, mert ugye hát Ukrajna az orosz birodalom része lett, majd a szovjet birodalom része. Szó erről nem lehet, azt hiszem ezen senki nem vitatkozik. Komoly gazdasági kapcsolatrendszerrel, hát az hirtelen ott megszakadt, és hát ez az oroszoknak fájdalmas volt. Ráadásul egy nagyon jelentős orosz nyelvű kis, abszolút orosz nyelvű kisebbség is él, ugye Ukrajna keleti részén, a Krimbe itt ott, ott, és hát a végén ugye ebből a háború lett, már olyan módon, hogy ugye a konfliktust először az európai hatalmak akarták lecsendesíteni, a németek, franciák, létre is hozták egy egyezményt, a Minszki egyezményt, amit mind a két fél aláért, hogy mind a 4 németek, franciák, oroszok, ukránok, csak épp az ukránok nem tartották be. Abszolút nem tartották be. És hát most ugye persze a látszat meg a tények azt mutatják, hogy oroszok megtámadták Ukrajnát, de hát bocsánatot kérek, hát most, ha valakit kiprovokálnak, hát akkor az most mit csináljon, sündörögjön el. Na most Putyin erre reagált, ugye, ha beszélve. Putyin azt mondta, hogy igen, szörnyű, borzalmas a háború, és ő bármelyik pillanatban a békéről tudna tárgyalni, de ezt eddig megakasztották. A múltkor hír érkezett arról, hogy a háború kitörése után pár héttel kész volt egy megállapodás. Kész volt egy megállapodás, az ukránok is aláírták volna, meg az oroszok is, csak hogy az ukránok ezt bemutatták Amerika képviselőinek, és ők rázták a fejüket, hogy nem lehet ezt aláírni, nem is írták alá, és azóta folyik a háború. Hát az eredményeket meglátjuk, tehát az a vágyakozás, hogy Oroszországot legyőzik, ez volt az első, hogy majd Oroszországot legyőzik, Putyint ehhez avarják. Hát ez nagyon távol került a realitástól,
De az is nagyon távol került a realitástól, már ugye 2 éve folyik ez az egész, hogy az oroszok által elfoglalt területeket, megszállt elfoglalt területeket, vagy jelentős részét visszafoglalják. Hát ez a nem tudom én hány hónapja folyó hadművelet, ami direkt ezt célozta volna, hát ez azzal járt, hogy egy kis területet az oroszok foglaltak el, és mit tudom én, pár négyzetkilométert az ukránok foglaltak vissza, majd azt az oroszok, majd megint az ukrán. Tehát gyakorlatilag ez az orosz nem működik, és a Putyin változatlan az, hogy ő békét akar, viszont kijelentette, hogy nála mi a béke. Nála az a béke, hogy ezek a területek, ez körülbelül Ukrajna felszínének 20%-a körül van, az az övé, kész, plusz az Oroszország. Hát ugye, ami azt illeti, orosz nemzetiségűek élnek ott nagy többségben, Ukrajna azt mondja, ő is békét akar, de úgy, hogy az oroszok menjenek szépen haza az összes területről. Hát ugye ez pillanatnyilag nem alkupozíció a két fél részéről, úgyhogy folydogál ez tovább, és akkor Putyin elmondja, igen, fölrólják neki a háború borzalmait, ez igaz, ő azt tudja, látja, nem is nagyon büszke rá, de arról nem beszélnek, hogy évtizedekig a keleti területeken az orosz nemzetiségűeket milyen, hát azt mondanám, nemtelen eszközökkel írtották, pusztították ezt megelőzően, arról kevés tudósítás volt. Hát nagyjából ezt mondta el az orosz elnök. Az inflációra visszakanyarodva, akkor az európai infláció, amit látunk, nyilván a világban is van egyfajta infláció, de talán az európai az kimagasló volt több ország tekintetében, akár sajnos Magyarország tekintetében is. Ez mennyire ennek a háborúnak az oka? Na most rakjuk a dolgokat rendbe. Tehát a háborús helyzet a soha nem jó a gazdaságnak alapvetően. De. Na most... Ki mondta az Európai Uniónak, hogy úgy kell magát a sírba, gödörbe belerántani, hogy az, amire neki nagy szüksége van, és Oroszországból olcsón be lehet szerezni, azt ő embargó alá helyezze. Tehát gáz, szállítás, olaj, stb. Hát ha ezt így teszi, akkor egy kereslet, egy kínálati szűkület áll elő a piacon, ugyanazt az árut másholnét drágábban, meg talán még nem is olyan jó minőségű lehet beszerezni, és akkor itt az infláció a nyakunkon. Hát ez így helyes. A háború természetesen teremtette egy olyan helyzetet, hogy erre reagálni kell. Hát az Európai Unió így reagált rá. Az Egyesült Államok nem így reagált rá. Az Egyesült Államok növelte Oroszországgal a kereskedelmet, például az energia fronton 2-3-szor annyi az atomerőművek üzemeltetéséhez szükséges urániumot szerezve, mint korábban. Minden további nélkül. Európát viszont arra sarkalta, de ezt csinálták maguktól is az európaiak, hogy ők maguk teszik a kést a torkukra. Ott van például a gázvezeték fölrobbantása, ugye? Na most még mindig megy a hogy meg mi most ukránok, így volt, úgy volt, de nincs rendes vizsgálat, senki nem akarja kivizsgálni, pedig maga az Egyesült Államok elnöke kvázi burkoltan, hogy mondjam, utalta arra nagy nyilvánosság előtt, hogy az a kérdés ilyetén módon meg lesz oldva. Tehát az egész egy hamis beszéd. Nyilván a háború nem tesz jót a gazdasági kapcsolatrendszereknek, de hogy azt a, hogy mondjam, negatív hatást, ami automatikusan jön a háborús helyzetből, azt még az érintett ki, végül is, aki a rövidebbet húzza, még saját érdekei ellen is felhasználja, hát ezen nincs mit csinálni. De most Magyarország speciál, ugye elég intenzív árucseret kapcsolatba áll ezzel a piaccal, és mit ad Isten, a gáz árazása, az például a nyugati tőzsdei árak szerint működik. De ezt is a nyugatiak kérték, hát korábban olyan megállapodások voltak, hogy ugye hosszú távú ármegállapodás volt az oroszokkal. Aminek keretében lehetett venni vagy szerződéses gázt, vagy napi áron. És akkor el lehetett dönteni, per Magyarország is, hogy éppenséggel most
a szerződésesből, mert leszerződtök mit tudom én hány milliárd köbméterre, abból veszek ezen az áron, amit tudok előre, vagy éppen azon az áron, ami adott esetben a spot ár, az azonnali ár, mondjuk a szerződéses ár alatt van. Hát már ezek a lehetőségek ugye bedugultak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a nyugat, főként az Európai Unió, jobb lenne, hogyha a tükörbe belenézne, és a saját intézkedéseit is számon kérni ez ügybe. Természetesen, amikor háború van, és amikor formailag nyilván az oroszok támadtak, erről vita nincs, meg nyilván ez akkor is agresszió, ha a fenét eszik, mese nincsen, tehát ezek a minősítések állnak, de azért az összes körülményt együtt érdemes mérlegelni. Arról mi a véleménye, hogy úgy gondolják sokan, hogy igazából az, ami most zajlik a világgazdaságban, akár itt az infláció, akár a nehézségek, amelyeket látunk, azok még mindig részben egyébként a Covid lezárásoknak az okai is. Az, hogy ott megszakadtak ellátási láncok, az, hogy bezárkóztak a gazdaságok, az, hogy nem úgy működött, egyáltalán leálltak sokan, és nem volt nyilván az a fajta növekedés, amelyre számítottak. Én is kapcsolatot tudok felfedezni a mostani háború és a Covid között, csak egy kicsit eltér a véleményem. Szerintem a Covid se jött hiába. De most ott is ugye el van az egész mosva. Mert pillanatilag még mindig, bár szerintem marhára tudják, hogy a Covid hogy keletkezett. Mert van egy mese adva, hogy a wuhani piacon így meg úgy, amúgy, meg van egy másik, hipotézis teória, amely szerint egy bizonyos laboratóriumból, ahol Kínában van a laboratórium, de amerikai kezek is bent vannak a laboratóriumban, onnét jött ki. Ezt ugye elhallgatjuk, ezt nem tesszük tisztába. Ettől kezdve ezt, mint egy ilyen Isten csapását kezeljük, és akkor azt mondjuk, ja, hát igen, a Covid, és akkor a Covidra ráhúzzuk a háborút, és akkor így érthető az egész. De az egész azért nem érthető, mert az elején ugye elhallgatnak információkat. Sajnálatos módon, hát ezzel él a világ, ezzel él a világgazdaság, hát ha valamik kiderülnek is, de hát például a Kennedy gyilkosságról se derült ki manapság, meg semmi, ugye? És bevartuk a 60 évet, vagy 70-et, ennyit. 63-tól. Na. 60 évet, ugye? Igen, igen, igen. Pedig tudják pontosan, mi történt, de készült az a Warren jelentés, egy abszolút hazug papír. Tehát a szemtanúk egészen más mondtak, egészen onnét jött a lövés, onnét nem jöhetett az a lövés, ami ilyen sebet okoz. Szóval hatalmas mennyiségű hogy mondjam, kitisztázatlan dolog van ott, és 60 év nem volt elég. Hát én nem tudom, hogy erre majd elég lesz-e. Hát én hajlok az optimizmusra, de mondjuk lehet, hogy nem sok alapon van. Na akkor a Putyin beszédből még egy részt szeretnék idehozni. Egyrészt azt, hogy Putyin azt mondta, hogy szeretné, hogyha a WTO, a világgazdasági fórum és ezek a fórumok nagyobb részt vállalnának a világgazdaságban, illetve, hogy nagyon fontosnak tartja Oroszország is a digitalizációt, akár itt a gazdasági területen, akár pedig a közügyekben is, el is dicsekedett vele, hogy egyébként közügyeket Oroszországnakban nagy részben már digitális módon lehet ugye intézni. És hát a digitalizációra térnék rá, aztán beszélhetünk majd itt a WTO-ról és ezekről a szervezetekről is, ha lesz még rá annyi időnk, de a digitalizációt halljuk ezeken a nagy csúcsfórumokon, amelyekről itt az elején is beszélt Boros úr, és hát számomra érdekes volt hallani azt, hogy Oroszország, amely azért sok mindenben mást gondol, és másképpen áll a világ dolgaihoz, ebben a dologban mégis úgymond a mainstream állásponton van. Egy pillanat. Vannak, hogy mondjam, racionális dolgok, ott nincs mainstream, meg nem mainstream. A digitalizáció az egy racionalitási kérdés. Az oroszok általában a döntéseiket, a nagyon kulcs döntéseiket mindig racionálisan hozzák meg. Például a honvédelmüket mindig racionális alapokon szervezték, ugye?
és ezért is voltak eredményesek. A nyugat kezet csókolhatna nekik, kétszer szabadították meg a nyugatot az ellenbirodalmi próbálkozásoktól. Napóleont az oroszok verték le, Hitlert az oroszok verték le. Más dolog, hogy a nyugatiak maguknak tulajdonítják a dicsőséget, ugye azzal, hogy partra szálltak ott Franciaországba, egy nagy francot, a lobogót a Reichstagra viszont Iván akasztotta föl, azt ne felejtsük. Tehát gyakorlatilag ugye a másik dolog az, hogy Oroszország eddig a történelemben még gyakorlatilag nagyhatalmi pozíciójában mindig korlátozva volt, mindent megtett a nyugat, hogy nehogy kiussanak a meleg tengerekre, se észak, se dél felől. A mai napig ez az oroszoknak egy nagy probléma, ugye? Na most, másodszorban ugye a kommunizmustól eltekintve, ugye, meg a kommunizmust is belevéve azért, az oroszoknak a hadipotenciál fenntartásában nagyon nagy erőfeszítéseik voltak, és mindent oda koncentráltak. Most kezdődött el az az időszak, amikor már ez egy kicsit forduló félben van, tehát a mindennapi élet javításához szükséges dolgokat is meg tudják oldani. A digitalizáció ez is, meg az is, mert a hadseregbe is kell, és a mindennapi civil életbe is kell. Tehát Oroszország soha nem maradt le semmibe. Hát gondolja el, akár a tudomány területén hány orosz nagy tudó volt. Ugye? A kultúra, a muzsika, a zene területén, az irodalomban. Csak más dolog, hogy a nyugat és mindig szeretett volna Nagy Péter, meg Nagy Katalin óta, legalábbis amióta birodalmi erényeket csillogtat Oroszország, kvázi része lenni a nagy nyugati rendszernek. A nyugat mindig elutasította Oroszországot, mindig valahogy úgy nézett rá, ma is egyéb iránt, mint egy olyan erőforrás tömegre, amit meg kéne szerezni. De ezt tette Hitler is, ezt tette Napóleon is, azt meg is kapták a magukét, de most is lényegében az ukrán-orosz háború azzal a mellék, termékszállal is indult, hogy Putyint esetleg le lehetne lökni a lóról, és előállna egy ilyen jelcínszerű állapot, és akkor már nagyon közel lehet férni az orosz mérhetetlen erőforrásokhoz. Hát így néz ki a helyzet, szerintem legalább. Tehát akkor a digitalizáció beleillik abba a racionalitásba, amit az oroszok más területeken is képviseltek. Hogyne. Mindenképpen, csak ugye annak is mások az esélye, mert 17 millió négyzetkilométeren ezt megoldani közigazgatásban, meg egyebekben, az azért egészen más, mint mondjuk Magyarországban 93 ezer négyzetkilométeren. Ugye mások a léptékek. Pár szót akkor kérem, még beszéljünk a WTO-ról. Azt mondta Vlagyimir Putyin, egészen pontosan itt most egy idézetet fogok olvasni, a nyitott és kölcsönösen előnyös együttműködés helyreállításához, a globális gazdasági kormányzás rendszerének optimalizálására van szükség, mindenek előtt a WTO teljes körű újraindítására, beleértve a választott bírósági eljárást is. Hát hogyne, hát ugye a WTO az elvileg lehetne egy fórum, de amiért a Putyin meg gyakorlatilag mondjuk a G20-aknak a nem G7-es komponensei arra törekszenek, hogy valami fajta egyenrangúság álljon ott elő. Tehát a WTO az tulajdonképpen mindig a nyugat kezébe volt. Hát tipikusan mindig vagy Európából, vagy Amerikából tesznek valakit a tetejére, ugye? Aki például versenyjogú főbiztosnak kitűnően működött az Európai Unióban, azt oda tolják a WTO-ra. Hát ők ezt fejezik ki, hogy legyen valami paritás, és WTO nagyon jó fórum lenne arra, hogy előre haladjunk, de éppen azért, mert nincsen, diszparitás van, csak nyugatorientáltság van, a világgazdaság nagy problémáiba az utóbbi mondjuk évtizedben a WTO nem sokat tudott tenni. Legalábbis olyan döntéseket nem tudott előkészíteni, amelyik optimális, és a nyugatnak és a G20-ak, mondjuk most beszélünk csak a G20-ak, nem nyugati szekciójának is megfelel. Ugye? Tehát versenyjogi kérdés, ez hát sok minden egyéb, és ennek pillanatnyilag érdekes módon a nyugati
térfinél is szenvedő alanyai vannak, nevezetesen az Európai Unió. Az Európai Unió a saját akaratából, saját vezetése révén jelentékteleníti el magát a világpiacon. Miközben a 20-asoknak a nem nyugati csoportja, az pedig nem nagyon kérdezősködik, hanem nyomul pénzügyileg minden szempontból. Hát gondoljuk el, hogy attól reszket az Egyesült Államok, hogy Kína milyen sebesen adja el az amerikai kötvényeket, ugye? Hát ez régen nem így volt. Nem csak a WTO az, aki nem tudott hatékonyan működni itt az elmúlt években, hanem ezt elmondhatjuk más ilyen globális szervezetről is, akár az ENSZ-ről is. Az ENSZ is, hát így van. Illetve az ENSZ-ben is az a fajta hatékonyság, ami korábban volt, az a nyugat által vezényelt volt, most van egy úgymond összevisszaság, mert mindjárt a orosz-ukrán konfliktusban se az volt, hogy zsupsz az ENSZ, akkor minden az oroszokat elnyomja a fenét. Biztonsági tanácsban se volt egy hangosság, se az ötös csoportban, se a plusz tízesben, se a közgyűlésen, úgyhogy hát átalakul a világ, épp erről szól az egész, hogy most mi lesz. A nyugat által dominált világgazdasági rend áll helyre, egyes verzió, vagy pedig valami multipoláris dolog jön létre, vagy egy új blokkolódás, ennek is vannak jelei, ugye a BRICS már egyfajta blokkosodási törekvést jelent. Átalakulóban vannak a dolgok. Nem mindegy, hogy merre mennek. És akár Kína, akár Oroszország, akár India egyébként nem abban lennének talán érdekeltek, hogy a nyugati világrend álljon helyre, vagy a nyugat által dominált világrend. Hát abban biztos, hogy úgy nem érdekeltek, hogy a nyugati rend úgy álljon helyre, ahogy volt ezelőtt 20 évben. Abban viszont érdekeltek, hogy mindenki nyugodjon meg, üljön le a helyére, vegye tudomásul, hogy neki van egy országa, mondjuk egy szuverén ország, Oroszország szuverénnek tekinti magát, és a szuverén országok, hogy mondjam, üzleteljenek egymással nemzeti érdekeik alapján. Ez a törekvés, ugye? Ha ez nem megy, mert erőhatalommal egy bizonyos csoport, például a G7-esek lenyomják őket, akkor ők ellen védekeznek. Ez van most. És nem is éppen eredménytelen. Hát például ugye Kína leversenyezte már az Egyesült Államokat a kereskedelem területén. Tehát többet kereskedik, export-import volumen sokkal magasabb, mint az Egyesült Államok. Talán akkor azt elmondhatjuk, hogy Oroszországnak a szempontjait picit jobban megismertük, legalábbis a világgazdaságot tekintve itt a G20 virtuális csúcs által és Putyin beszéd által, mint amit eddig tudtunk róla. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és tudtunk beszélni ezekről a kérdésekről. Boros Imre közgazdász volt velünk.